Most vannak igék, amik ugye föl szoktak hozni, tudod, a Efézusban, a Kolosszéban, hogy látom, hogy beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelkiénekekben, énekeljetek és mondjatok dicséretet, akkor Krisztus beszél, lakozik bennetek, tanítsátok, incsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, stb. Tehát ugye hálaadásra énekeljetek az Úrnak, ugye erre szoktak hivatkozni, tehát hogy ugye zsoltárok is ugye ott vannak. Tehát akkor az a kérdés, hogy egyrészt milyen zene az, ami zenei stílus, ami Isten előtt megáll, mondjuk, hogy kell egy, lehet-e ilyet hallgatni, meg milyen zenei stílusban lehet hálát adni az Atyának, ha kell, vagy milyen feltételek, hogy ez erről röviden még beszéljünk. Hát azt mondhatjuk, hogy elsősorban, hogy ugye, hogyha az új szövetség igéit veszük, tehát a Sionhegyi jobb szövetséget, ami mindenképpen örök életet garantál azoknak, akik alávetik magukat a Sioni Szövetségnek, a szerzőjének, a Mesiásnak, megváltónak, az utasításának alávetik magukat, azok mindenképpen garantált az üdvösségük. És ha ők így élnek, az emberek így élnek, és így összegyűlnek ebben az isteni lelkületben, szellemiségben mondhatjuk úgy, ez az Isten természetében élve így összegyűlnek házanként kisebb csoportokban, ahol mindenki ismer mindenkit, és szép rendben isteni erkölcs szerint zajlik az összejövetel, és ilyenkor valakit besugároz az Atya, és ehhez kap talentumot, hogy szent éneket énekeljen, és ezt megtanulják a többiek, tehát az ott levő emberek, szent életű emberek, amikor ilyen emberek énekelnek, mint ahogyan Pál és Sillás a börtönben, vagy ahogyan maga Joshua is egyedüli alkalommal lehet ezt látni az írásból a tanítványokkal, és dicséretet énekeltek az Atyának, az Istennek. Tehát, ha ilyen emberek énekelnek, tehát először is az Isten látni akarja tényleg a megszentelődésnek a folyamatát, hogy legalább elkezdődött. És az ember aláveti magát az Isten fiának az utasításának, elkezd abban élni. Ha ilyen emberek jönnek össze és énekelnek, azt Isten elfogadja, és kedvét leli benne, és örömet okoz neki, hogy az ő szeretett hívei, követői és gyermekei leveszik önmagukról a figyelmet, és az Atya felé irányítják az ő hálájukat, és az ő tiszteletüket, az ő köszönetüket, az ő szeretetüket. Hát tulajdonképpen ez a lényege neki. Tehát az Ószövetségben is, a Sínai hegyi szövetségnél is azért volt a szent zenészeknek a működése, hogy így a nép levette önmagáról a figyelmet, mert a Lucifernek ez volt a bűne. Ő ott volt Isten országában, Isten igazságában élt, és látta azt a dicsőséget, hogy angyalok seregei mekkora szeretettel adóznak önfeláldozóan az Atyának, az Istennek, hogy bármiféle utasítását végrehajtsák. Tehát ez volt az angyali világrendnek az Isten tisztelete Isten felé, hogy ők annyira szerették az Atyát és az ő fiát, hogy bármit megtettek volna kérés nélkül is, mint az Atyának. Maga Lucifer is ott volt köztük, és nem is volt semmi probléma addig, amíg el nem kezdett gondolkodni azon, hogy hát hogyha ennek az Istennek lehet ilyen, hogy mindenki neki szolgál önszántából, és ekkora dicsőséget adnak neki, hát én nekem olyan képességeim vannak, hogy én csak megnyitom a számat, és egy szimfonikus zenekar szólal meg rajtam keresztül, hogy és fel van sorolva, mennyi különleges drága kővel volt kirakva a teste, és amikor dicsőségben volt, az Isten dicsőségében ezek a kövek elkezdtek izzadni és világítani rajta úgy, hogy ha ezt ember látta volna, az megrészegedett volna tőle, és elvesztette volna a józan eszét, tehát az ember megbolondult volna ettől a látványtól, ettől a dicsőséges, gyönyörű látványtól. Tehát sokan úgy képzelik el Sátánt, Lucifer, mint egy ilyen patás, szarvas, vasvillás, fekete-vörös, akármi. Ez nem igaz. Ezek szimbolikus jelek,
képek az okkultistáknál, tehát a szarv, az a bőséget, a megtartást, az áldást jelenti náluk. A fekete színnek megvan a jelentése azért fekete, mert az ő szemükben a fekete az fehér, tehát szem tiszta és ragyogó világos, az igazságnak a hordozója. A vörös pedig megint megvan önállók, hogy a szőr mit jelent náluk, a hosszú farok, a háromágú szigony, mint az Eusznak is, ugye. Tehát ez minden megvan a jelentése. Ez, számukra ez egy gyönyörű, szent kép. Csak mi azért borzadunk el, mert mi nem értjük az ő jelképrendszerüket. De valójában Lucifer egy kövekkel kirakott szivárványban, szikrázó fénnyel, dicsőségben a földet betöltötte a világossága, amikor a földre jött. Tehát ő azért fényhordozó. Ez úgy látszott, mint egy óriási üstökös, ami lezuhant a földre. Tehát ő nem egy ronda patás szigonyos izének kell elképzelni, ez csak egy jelképrendszer önálluk, mint a Baphomet kép, hogy női test, férfi, nemi szerves, stb. Kecskefej, tehát a kecske is ott van, ugyanúgy szerepel a sínai szövetségben, a szképgóta, mert a pap kivitt a sivatagba, csak elengedett az Ázélnek, hogy ha életben maradt, akkor ugye ezt mindezt a jelképrendszert ezt meg lehet érteni. Ugyanúgy, ahogy a Biblia, Isten bibliai jelképrendszerét meg lehet érteni, és előrébb visz bennünket az igazság ismeretben, hogy meg lehet őket is ismerni, és ettől nem kell félni, hogy az ő róluk való dolgokat tanulmányoz az ember, mert ha nem ismered az ellenséged, és nem ismered meg az eszközeit, és hogy azt hogyan használja, akkor nem fogod felismerni az életedben az ő működését, amikor már végig derékig ér a csónakodban a víz, a köcegödőben. És a kimúlásodkor pedig egy óriás csalódásban részed, hogy visszalátod az életedet, minden egyes cselekedeteddel az ördögöt dicsőítetted, és éltetted az ő munkáját, és olyan vak voltál, hogy azt elhitted, hogy ezért mennyországba fogsz menni. Tehát ez a lényege az egésznek, hogy a zene, tehát a lancsainak az úgása, tehát ő ezt felhasználta, és ezen keresztül rosszra tanítja az embereket. Tehát megnézel egy videoklipet, egy zenével, egy dallal, minimum egy keresztet lát benne, egy babiloni keresztet, ami annak a szimbólum, hogy ők abban hisznek, hogy az ördög megölte Josuát, aki trónfosztó volt, és elvette tőle a hatalmat. És így legyőzött ellenségként ott van a fára függesztve, meg van halva. És ezért így a Kundalin és Tobozmirigyes működéskor, ahogy ezt mondtuk, a realitás irrealitásnak tűnik, és az irrealitás pedig valóságnak. Tehát ezért veszélyes mesterségesen hozzányúlni a Tobozmirigyhez ilyen megtervezett sebességi zenékkel. És tehát teljesen mindegy az, hogy aki hallgatja és elhiszi, vagy nem, itt nem az a kérdés, hanem az a kérdés, mert ez olyan dolog, mint hogy azt a kérdést vetné fel valaki, hogy elhiszed-e, hogy van-e Isten, vagy nincs. De valójában az a helyzet, hogy tök mindegy, hogy elhiszed, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Akkor is van, ha nem hiszed el, és akkor is van, ha elhiszed. Csak hogyha elhiszed, és azonosulsz az ő akaratával, akkor a számodra bocsánatot és örök életet jelent. Ha nem hiszed el, és engedetlenségben maradsz, és úgy mozd ki ebből a világból, nagyon sors vár rád. És ugyanígy a gyülekezetekben is, akik hallgatják, ez nem rémizgetés, nézzetek utának, végezzetek kutatást, meg fogjátok találni, és meg fogjátok érteni, ez mind igaz, amiről beszélünk. És nem azért, hogy magunkhoz csábítgassunk benneteket, és gyarapítsuk a mi gyülekezetünket, nekünk erre nincs szükségünk. Ahogy Isten egymagában köszöni szépen, jól érzi magát, az egész emberiség nélkül is jól érzi magát, angyalok nélkül is jól érzi magát, ugyanúgy mi magunk is, ha csak 15-20-an, ha csak 40-en, ha 70-en vagyunk, akkor is jól érezzük magunkat az Isten igazságában élve. Ha csak 2-3-an maradunk, akkor is ugyanúgy jól érezzük magunkat, és minket ez az emberi dicsőség hajhátás nem fog eltántorítani a munkásságunktól, hogy minél több embert
ebből a kundalini álomból, tehát amikor az irrealitást elhiszed valóságnak, elhiszed, hogy luciferizmus gyakorolva, kundalinis toboznyitogatás gyakorolva lélekezed be, elhiszed, hogy örök életed van, és ezt meg is vallod. Ebből szeretnénk az embereket kilábaltatni, ebből a betegségből. Mert ennek a vége, akik ebben benne maradnak ebben az alvásban, ez egy kározatra szenderítő álom az egész. És valahol kötelességünk ezt megtenni, egyrészt atyánk iránti szeretetből, neki való szófogadásból, megváltunknak az értünk végzett felfoghatatlan áldozatából, hogy mit szenvedett végig értünk, azért, hogy most itt hüllessünk, és az ő megbocsátásában élve ezeket az információkat közzé tehessünk számatokra, hogy néhányan, akik Istentől vagytok felkészítve rá, ugyanis elsősorban azoknak szólnak ezek az információk, a videók, hanganyagaink, akiknek már az élete körül már Isten dolgozik, és rá akarja az embereket zökkenteni az ő neki való engedelmesség útjára, a valóságos örök életre, a bűnbocsánatra, hát, és belebotlasztani ezekbe a filmekbe, tehát ezzel adózunk az atyának, és nekünk nincs szükségünk senkire sem, tehát mi tulajdonképpen önmagunkban is nagyon vígan boldogan el tudunk érdekelni így, ahogy élünk, de mivel Isten nem önző Isten, és a legdrágábbat osztotta meg velünk, ezért nekünk is kötelességünk megosztani az élet, az örök élethez való eljutásnak a valóságos információt, amit eddig elhallgattak előlünk, eltusoltak, szándékosan és elmanipuláltak, mindenféle rejtett luciferizmust tanítottak be nekünk, és tartanak benne generációkat, és mi ezt kizárólag ezért tesszük, hogy atyánknak még nagyobb teret adunk az életünk által, hogy munkálkodunk ezen a területen, hogy még több embert tudjon az értelmében arra bírni, hogy elszakítsa magát az ember ezektől a dolgoktól, mert ennek a megérdemelt jutalma kárhoztatás lesz, aki ebben benne marad. És ahogy Istenünk, atyánk nem örül az engedetlenségben és bűnben élő embereknek az elkárhozásában, még akkor is, hogyha azok az emberek a gyülekezetekben ülnek a kipárnázott székekben, ugyanúgy mi sem örülünk egyetlen embertársunknak sem az elkárhozásának egyáltalán. A mi atyánk azt szeretné, és annak örülne, és az azért tökéletes akarata, hogy mindenütt, mindenkor, minél több ember őhozzá forduljon, és bűnbocsánatot nyerhessen, és ezáltal ő örök életet adhasson, visszavihesse az emberiség minél nagyobb számát az ő közességébe, az ő országába. Így nekünk is ez a tökéletes akaratunk az ő akaratával megegyezve. Én mondjuk magamon azt vettem észre, hogy még az elején hallgattam ilyen keresztény zenéket, de már egyáltalán nem igényli a lelkem, az elmém, sőt ugye inkább ugye a hangos bibliát meg videókat hallgatjuk, de hogyha valaki szeretne hallgatni mégis, mert ugye még vágyik rá, akkor mit tanácsolunk, hogy ilyen könnyedebb szöveg nélküli nyugtatóbb zenéket hallgassanak, ami nincsen káros hatással az agyunkra, és nem ilyen tamtam, meg rock, meg metal, meg rap, meg ilyen lázadó. Hát nyilvánvalóan, hogyha Isten maga azt mondja a mi atyánk, hogy ő szent, hát ő nem közönséges, mert ugye a szentségnek az ellentétje a közönségesség. Tehát azt mondja Pál is, azt hiszem az egyik levelében, hogy a szentségtelen és üres lármákat pedig került. Ugye, mert abban az időben is Rómában élve, a római felhatás alatt élve, az emberek Izraelben is pogányosodtak, tehát Isten nélküli váltak. Gondolj bele, hogy a görög hatása, a hellenisztikus, meg a hellén kultúra hatására a zsidók is fölvették a divatot az öltözködésbe, zenébe, tehát ez még Rómában is nagy divat volt, érted, és a filozófiájuk, minden. Hát ugyanúgy, ahogy a Németh Sándort áthatja a hellenisztikus gondolkodásnak a filozófiájából,
amit közzétesz, ugyanúgy ez a zsidóknál is érvényes volt, és ez a zene területén is igaz. Hát, és erre felszólítások vannak, hogy kerüld az ilyen szentségtelen lármákat, és amik istentelenségre búzdítanak, és növesztik fel benned a világiasságot. Tehát azt lehet mondani, hogy ha az ember talál olyan zenét, amiben nincsen dalszöveg, főleg azok mi számunkra, hogyha szeretnénk zenét hallgatni, tehát a szöveg nélküli zene, mert sajnos nem lehet olyan zenét találni, aminek a szövege így vagy úgy ne lenne motiváció a számunkra egy bizonyos fajta gondolkodásnak az elfogadására. És nyilvánvalóan ezeket az zenéket azért tervezték úgy, ezzel a szöveggel is írták, hát a híres zenészek nagyon kevesen írtak saját dalszöveget, és csak azok a dalszövegek kerülhettek piacra, akár Queenről beszélünk, vagy Bon Joviról, vagy Avicii-ről, vagy bármelyikről beszélünk. A ma a zenei piacot kontrolláló elit soha nem enged meg olyan zenét piacra kerülni, ami az igazság terjesztésére buzdítja az embereket, az igazság keresésére, megszentelt Istenben nyugvó életre buzdítja az embereket. A feslettség, a bűn, a tivornyázás, a bujálkodás, a paráználkodás, a minden, ami az ördög természete ellen van. Tehát ők nem engednek meg senkit sem, hogy ilyen zenét tegyenek. Nyilvánvalóan, hogy ebből fakadóan bármilyen zenét vesztünk elő, olyanok, akik valóságosan Krisztus követő életet akarunk élni, nem fogunk tudni találni olyan zenét, ami rejtett módon ne ösztönözne istentelen életszínvonalnak a folytatására, istentelen lelkületnek az élésére, ugye? Ezért a legjobbak azok a zenék, amiknek nincsen szövege. Hát azok különösen szerencsések azok az emberek, akik zenei tehetséggel vannak megáldva, és esetleg van olyan technikájuk, amivel például zenéknek hát különféle zenéknek, különféle stílusú zenéknek, mert azzal nincs semmi baj, hogy valakinek tetszik az R&B-féle stílusú zene, ezzel nincs baj. Magával a szöveggel van baj, és a zenének a természetével van baj. Tehát remélem, nagy vágyam az, hogy ebben a munkásságban mi is folytatunk, olyan emberekkel kerülhetünk kapcsolatba, olyan embereket hoz Isten közénk, akik zenei tehetségek és rendelkeznek olyan technikával, hogy olyan zenéket készíthetnek, amelyek nélkülözik ezt a ráhatásos technológiát, és olyan szöveg készülhet hozzá, ami arról szól, amit tulajdonképpen mi itt a hanganyagon keresztül az emberek elé tárunk. Ez a legnagyobb vágyam, mert ebből nagyon sokan részesülhetnének, akik olyan problémával küzdködnek, mint mi magunk is, hogy a zene jó, a zene kellemes és hasznos, de csak akkor, hogyha olyan emberek hallgatják, akik az életük megtisztogatásán fáradoznak, és Istennel való szorosabb kapcsolatot akarnak kialakítani bűntől való eltávozás által, és árvák és özvegyek világ lesújtottjainak, a világ megsebzettjeinek a támogatása által élnek, így élik az életüket, mert ez az Isten természete. És ha valaki minden áron zenét akar hallgatni, ez a legjobb, hogyha a szöveg nélküli zenét hallgat az ember, és azok közül is olyant, ami nem tudja felkorbácsolni az embernek az érzelmét, hogy egyik pillanatban sírógörcsöt vált ki, másik pillanatban meg felajzottságot és vakmerőséget vált ki, az ember képes leugrani a háztetőről is. Tehát hát ez mind magicnek, tehát varázslásnak a technikája, vannak így ilyenkor beleszőve a zenébe.
Tehát ez a Magic, tehát ismeretlen technológiának az alkalmazásával, emberekből különféle viselkedésnek a kiváltása, ez a Magic, varázslás. És tehát ilyenek a például bűvész trükkök is, amikor elhitetik a szemük láttára, hogy az ember felemelkedik. Chris Angelnek vannak ilyen YouTube-on ilyen videói, érdemes egy kettőt megnézni, hogy ő megmutatja azt, hogy amikor ő egy bűvész trükköt csinál, ez egy illúzió, tehát magic, varázslás, hogy úgy tűnik, hogy az történik a műsorban, de valójában teljesen más történik. Tehát csak érdekesség kedvén említem azt, hogy azt mutatja be, hogy ezek a levitációs trükköket, hogy hogyan csinálják, hogy olyan nadrágja van, amiben ha oldalra fordul, akkor is úgy látszik, hogy két lába van, de egyik lábával kilép az egyik nadrágszárból, és akkor föllép egy ilyen feketére festett sámlira, vagy lépcsőre, ami a közönség szemszögéből nézve nem látszik, és úgy tűnik, hogy fölemelkedik a földről és lebeg. Valójában pedig az történik, amit az emberek nem látnak, rejtett technikát, hogy ő kilép a nadrágjának az egyik szárából, és azzal a lábából föllép egy lépcső szinten följebb, és akkor úgy tűnik, hogy ő lebeg. És az emberek ezt beveszik. Tehát ugyanez a dolog a zenével is, hogy az ember olyan zenét hallgat, ami korbácsolja, tehát különféle viselkedést vár ki az emberből. Tehát egy olyan zenét hallgat egy ember szöveg nélkül, ami azt váltja ki belőle, hogy elkezd sírni tőle, tehát ez már magic, ez már az ördögnek a varázslása. Vagy ahogy az előbb említették, hogy olyan felbuzdulásra, olyan, hogy ezt a karizmatikus gyülekezetekben szokták mondani, hogy révület, tehát olyan révületbe állj a zene, hogy tényleg zebrán átszaladsz az autó előtt, vagy leugrálsz a háztetőről, vagy bármi. Tehát ezeket többet nem szabad meghallgatni akkor. Ezeket a fajta zenéket, ami hatást vár ki, a viselkedésedben el kell kerülni, mert ezeket szándékosan azért tervezett, ezek megtervezett mesterséges zenék arra felhasználva, hogy az agyhullámaidra hatva, az agyhullámokon keresztül az agynak azt a központját beindítva, az agyközpont azzal a váladékkal lássa el, öntse el az agyat, amit az a központ termel, azért, hogy ez a biokémiai folyamat során azt a viselkedést érjék el benned, amit ők ki akarnak váltani az ő zenéjük által. Tehát ez így működik. Furfangosan van megfogalmazva, de ha átgondoljátok, belemondom, ez igaz. Tehát megjelenik, megszólal a hangszignál, és a halláson keresztül ez bejut az agyba, az agyközpontba, az agyhullám ezt felfogja ezt a zenét, és elkezd egy olyan váladékot termelni, ami annak az agyközpontnak a sajátossága is. Például, ha olyan zenét hallgatsz, mint például a 80-as, 90-es években a Siami zenekar, tényleg ezt tegyetek is egy ilyen kísérletet magatoknak, hogy elhiggyétek, hogy igaz, amiről beszélünk. Keressetek a YouTube-on a Siami zenekartól egy dalt. Méghozzá meg is mondom, hogy mit. Az a dalnak a címe, ha előre látó csecsemő lettél volna, azt hiszem az a dalnak a címe. És nem fogok semmi többet beszélni erre a dalról. Arra vagyok kíváncsi, amikor meghallgatjátok ezt a dalt, vagy írjátok le azt, hogy mi fogalmazódott meg bennetek, mire készített ez a zene benneteket. És 100% bizonyos vagyok benne, hogy mindenkire hatással fog lenni ez a zene, és olyan hatással, amilyen ennek a zenének a stílusa. Ezekben a szöveges zenékben ugye eleve istentelen és szentségtelenek a stílusok is sokszor, de maga a szövegek is pontosan ilyenek, amit mint a rákos fekély, tehát szentségtelen fecsegés történik, tehát azért is nem szabad hallgatni, mert
Pontosan, mert maga a zene mellett a dalnak a szövege tulajdonképpen mint egy kódszöveg kerül be az ember agyába. Tehát most a hirtelen megint az jut eszembe, mert ugye az emberi beszéd is egy kommunikációs eszköz, hangoknak a magassága, mélysége, ami impulzust vált ki az emberi agyban. Tehát, és az emberi agy ezt átalakítja, és ebből ezt értékeli, és ennek megfelelően ad impulzust a test számára, hogy hogyan viselkedjen. Tehát amikor én a szomorúságomat mesélem el, akkor az hatással lesz rád jobb esetben, és azt váltja ki belőled, hogy azon gondolkodsz, hogy hogyan tudnál nekem segíteni. Vagy például, hogyha nagyon vidám vagy, és valami jó dolog történt veled, vagy, és ezt megosztod valakivel, akkor ő is fel tud vidámodni. És emlékszem rá, hogy amikor elkezdődött ez a Bin Laden-os terrorista üldözés, nem létező terroristáknak az üldözése, és akkor az egyik szenátusi tag az amerikai szenátusban felszólalt, és azt mondta, hogy nagyon reméljük, hogy az Amerikát kontrolláló kormány a vezetése nem fogja ezt a Bin Laden-os terrorista dolgot felhasználni arra, hogy félelembe tartsa az ország lakosságát. Csak erre ezzel kapcsolatban is lehet látni egy ilyen bejátszást, a politikusok beszélnek, ezt mondják, hogy nem, soha nem fogunk ezzel visszaélni, és akkor az összes létező illuminátista szenátusi tag, mindenki, a Donald Rumsfeldtől kezdve a Dick Cheney-ig, a Bush, az összes Bushon keresztül, mindenki a terrorist, és ez van adva az embereknek a tévéből, a rádióból, éjjel-nappal, és az USA-ban mész az utcán, egy bőröndel a kezedbe, fekete táskával a kezedbe, fölmész a buszra, mindenki le fog szállni a buszról. Ez annyira az emberek agyába sugározták ezt. Terrorist. Mindenhol terroristák vannak, mindenki terrorist, mindenhol elképzelhető egy robbantás. Tehát ez annyira be van programozva így a szövegen keresztül, és az ember beszéde is ilyen. Tehát, hogyha hallgatsz egy zenét, és annak a zenének a szövege még társul azzal, mint például ennek a Siami zenekarnak a dalának, ha előre látott csecsemő lettél volna, felkötöd magad a köldök zsinorolra, erről szól a dal. De nem is kell többet elárulnom, a zenét nem is kell hallgatnod, már a szövegéből tudod, hogy mire fog kimenni a zenének a stílusa. És ugyanígy van ez, hogy beszéden keresztül is, tehát az emberek ezért médiumok, mert a beszéden keresztül terjesztik az istentelenséget, vagy az isteni szentséget. Ez a különbség. És ilyen egyszerű az egész, hogy amikor egy ember beszél előtted, vagy melletted, vagy bárhol a környezetben hallasz egy ember beszélni, és abból árad az istentelenségnek minden rákfenéje, nagyon könnyen egyszerűen azt mondhatod, hogy ez az ember, ez az ördög természetében él. Ebben nincsen semmi tiszteletre méltó, nincsen semmi szentség, semmi érték, ezzel az emberrel nem akarok kapcsolatba lenni. Tehát tulajdonképpen ezt jelenti például a lelkek megítélése is. Ez egy másik ember a munkahelyeden, amikor beszélt vele, mindig olyan a tiszta a beszéde, mindig békességre int, anélkül, hogy nem beszél Istenről, de mégis amikor fölmerülnek szentségtelen dolgok, azonnal megszólal, és hogy nem kéne így beszélni, mert ez rossz hatással van a környezetünkben levő emberekre. Tehát meg tudod ítélni, hogy ez az ember, ebben az emberben van valamiféle félretettség, valami szentség, és ha tovább tudakozod az életét, tehát rá fogsz jönni, hogy az ember valódi Krisztus követő és Isten szerető, Isten tisztelő ember, és így meg tud ítélni, tehát ezt jelenti a lelkek megítélése. Nem arról van szó, hogy most ebben az emberben démon van, meg izé van, most az őrületnek a démona, meg a, most tudom, belenéztünk egy ilyen kuruslónak a műsorába, nagy gyógyításokat művel ott Magyarországon, és akkor szegény emberek állnak sorba, mindenféle rokkantak meg, mindenféle beteg emberek állnak sorba, hogy imádkozzon értük, hogy meggyógyuljon, persze soha nem történik semmi, de ez az ember, hogy most ő elzavarja a félelemnek a démonát,
most hogy elzavarja a betegségnek a démonát, a, nem is tudom, mik volt még ott, mikről beszélt ez az ember, hogy minek a démonát zavarja el ott a... Hát önkirejítés démona, de az a német Sándor volt meg, igen. Itt ez a gyógyulás hangjában az ember arról beszélt, hogy nem is tudom, ott van 40 féle beteg ember, és akkor azonnal mindenki hívőkről tudja, milyen démon van benne. Szegény emberek állnak sorba, mindenféle rokkantak meg, mindenféle beteg emberek állnak sorba, hogy imádkozzon értük, hogy meggyógyuljon, persze soha nem történik semmi. Megparancsolni őket, hogy távozzál el a Jézus nevében, óvatjál, áll is helyre, Uram, a gyermeket a Jézus nevében. Most a Szent Szellemre járjon át, és gyógyulj meg teljesen. Mindenki hívőkről tudja, milyen démon van benne. Tehát abszolút nem ezt jelenti a lelkek megítélése, hanem hogy az ember a beszédével istentelenséget sugároz, erre mondja Pál, hogy került, mert minél többet hallgatod, egyszerűen te is úgy fogsz beszélni és viselkedni. Mert a beszédéből áradó hangok és rezgés, a beszédnek a rezgése, magas, mély frekvencia, mindegy, miről beszélünk, az az emberi agyközpontot azt megtalálja, hogy melyik van arra berendezkedve, hogy azt fogja fel. És az ember úgy kezd majd viselkedni önmaga is. Most közben az jutott eszembe, hogy ezért is akarja Isten, hogy ezért is tanács, hogy az ő beszédét forgassuk az elménkbe, és azt szóljuk, mert az az igazság, és azt tud segíteni az embereknek. Na, így van, pontosan. Ez az ember a világi bölcsessége, a világ beszéde, a sátánizé, az meg pont az ellenkezőjét váltja ki, tehát ez zsarolás, fenyegetések, stb. Így van, pontosan.